közelmúltban lehullott jelentős mennyiségű csapadéknak köszönhetően ismét mozgások jelentkeztek a fonyódi magaspart területén. Ennek következtében biztonsági okokból lezárásra került a 7-es számú főút fél útpályája. Ezen a területen már évek óta lehetett várni, hogy ez a mozgás bekövetkezik, míg máshol más sűrűbben megtörtént. Most ez a terület is annyira legyengült, hogy ez az első előjele annak, hogy a továbbiakban nagyobb mozgásra kell számítani, és elővigyázatosságban került lezárásra a 7-es útnak a félpályája. Megakadás, nem tudjuk a mozgásokat mindaddig, míg ez a morfológiai helyzet és ez a kőzettér van itt ezen a területen. Viszont a mozgásoknak a gyakoriságát lehet csökkenteni, és a mozgásos problémákat úgymond lehet hozzáértően kezelni. Gyakorlatilag itt most javaslatom az lenne, hogy azonnal távolítsuk el a növényzetet, ami már felesleges terhet jelent, mintha nem tud élni a növényzet, mert a gyökérzónája szétcsúszott, szétment szőnyes csúszás formájában, és utána pedig a függő tömegeket, amik a 7-es útra a forgalomban lévőkre veszélyt jelent, le kell szedni, el kell távolítani a elmozdult, elpult a kőzetet. Ebben a pillanatban ezen az egy szakaszon van nekünk problémánk, amire polgármester úrral mindenkivel itt egyeztetve napokon belül elkészül egy kárelhárítási, veszélyelhárítási terv. Valószínű, hogy ezt egy rövid pár héten belül végre lehet hajtani. Megegyeztünk abban is, hogy kifejezetten száraz időben ezt a durván 50-100 négyzetméteres felületet biztonságba tudjuk helyezni, és akkor a forgalmat nem fogjuk tovább akadályozni ez. A korábbi omlások hatásának megfigyelésére életre hívott figyelőszolgálat jelentette a mozgást. Hétfő reggel közterületfelügyelő bejárás során észlelte a mozgásokat, azonnal kértük a közútkezelő segítségét egy félpályás útlezárással, hiszen a legközelebb lévő rész, az úthoz legközelebb lévő rész indult vagy mozdult meg most. A mai napra pedig azonnal összehívtam egy bejárást, a katasztrófavédelem, a közútkezelő, a SEFAG mint üzemeltetővel, illetve azokkal a szakemberekkel, akik részt vesznek a jelenlegi tervezési folyamatban, és megállapították, hogy egy gyors havária tervet kell készíteni, ami egy 3-4 napot vesz igénybe, majd ezek után a megmozdult szakaszon a fákat ki kell vágni, és a kivágás után pedig le kell szedni azokat a földdarabokat, amik megmozdultak, hogy a közútnak a forgalmát biztosítani tudjuk. Hidvégi József elmondta, hogy nem az eddig alkalmazott gyakorlatot szeretné követni több hónapos útlezárásokkal, hanem azonnali megoldást vár az illetékesektől. Nem szeretném, hogy a tavalyi évhez hasonlóan februártól májusig le legyen zárva a forgalom, hiszen ezzel Fonyódra betereljük a 7-es útnak a forgalmát, és ez nem tesz jót a magaspartnak sem, és Fonyód közlekedésének sem, ezért azonnal próbáljuk elhárítani ezeket a problémákat. Nem szeretném, hogyha az idei a Fonyódi magaspart részben állami, részben egyházi tulajdon és a SEFAG ZRT kezelésében van. Ilyen esetekben a város csak annyit tehet, hogy minden lehetséges fórumon felhívja az érintettek figyelmét a probléma megoldásának fontosságára. A tavalyi útlezárás hatására a kormányzat segítségére sietett a segítségünkre sietett a probléma megoldásra, és 100 millió forintot biztosított a közútkezelőnek, hogy a problémát oldja meg. A tervezési folyamat, illetve a felmérési folyamat az ősz folyamán elindult. Egy 3D-s képet készítenek a magaspartról, és próbafúrásokkal talajmechanikai vizsgálatokat végeznek. Készülni fog egy elhárítási terv, és az elhárítási terv után egy kiviteli terv, ami várhatóan május-júniusra fog elkészülni, majd a kiviteli terv elkészítése után, amennyiben a kormányzat tud forrást biztosítani a probléma megoldására, közbeszerzés és jó esetben az idei őszön elkezdődhetnek ezek a munkálatok, megelőzve a jövő tél hasonló problémáit. Az elmúlt évek során többféle műszaki megoldással is próbálkoztak már, hogy megállítsák a löszfal mozgását.
A probléma összetettsége miatt átfogó megoldás nem létezik, hanem szakaszonként különböző megoldásokkal lehet stabilizálni a falat. Tehát ez a két kilométeres szakaszon több különbözőféle mozgásforma van. A mérnöki megoldásnak is ez szerint különbözőnek kell lennie. Vannak olyan területek, ahol elegendő lesz egy lavinahálót föltenni, vannak olyan területek, ahol nagyon komoly erdészeti munkát kell végrehajtani, letakarítani, lerámolni a függőleges falat, vízteleníteni a háttérből érkező, kivezetni a háttérből érkező rétegvizeket, tehát egy rendkívül komplex megoldásra van itt szükség. Az érintett szakaszon a félpályás útlezárást a helyreállító munkálatok végéig fent kell tartani. Folytatódnak a kiviteli munkák a dél-balatoni szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítását célzó önkormányzati társulás uniós támogatásból megvalósuló közel 2,1 milliárd forint összköltségű beruházásában. Én már 3 év előkészítési munkák után eljutottunk a balatoni szennyvíz tisztító megújítását elindító alapkőletételhez. Mindannyian tudjuk, hogy egy 2005-ben indult projektet élesztettünk újra 2012-től, és ennek a része a lellei szennyvíztisztítónak a megújítása. Akkor 2012-ben 7 projektre szedtük szét a valamikori 76 települést összefoglaló projektet, ami aztán a későbbiek során 18 településre korlátozódott. Nagybajom és Marcali levált a projektből, önállóan vitték tovább a megvalósulást, és Kéthegytől Siófokig a csatornázás, illetve a Kéthegy lellei és a Siófoki szennyvízterületek a elkészítését pedig 5 agglomerációra szedte szét a társulás, azért, hogy az egyik projekt ne akadályozza a másikat. Így az elmúlt évekre sikeresen elindult a Somogytúri, a Karádi és a Kéthelyi szennyvíztisztító projektnek a megvalósítása, és most elérkeztünk a Balatonlellei agglomerációhoz, ahol már jelenleg folynak a csatornázási munkálatok, és most fogja elkezdeni a kivitelező a szennyvízteleknek a felújítását. Egy hatalmas fejlesztési projektet álmodtak meg 2006-ban, amelynek ez egy fontos része, különösen azért, mert ez úgy nézett ki 2010 körül, hogy megvalósíthatatlanná válik, hiszen 2007 és 13-as források felhasználásával kell ezeket a célokat megvalósítani, és ahhoz rengeteg előkészítő munkát kellett volna elvégezni. Ez úgy nézett ki 2011-ben, hogy szinte lehetetlen. Akkor egy nagyon lelkes csapat Hidvégi József társulási elnök vezetésével hozzálátott, hogy ezt a tetszhalott állapotban lévő projektet fölé lesz-e, és ebben a konkrét esetben, amikor a lellei szennyvíztisztító telep fejlesztéséről beszélünk, akkor nem csak Fonyód, Boglár és Lelle, hanem egész Lengyel-Tótin túl Somogyvárig azok a települések, amelyek ide szállítják a szennyvizet, egy biztonságos telep működését tudhatják maguk előtt nagyobb kapacitással és hatékony, korszerű működéssel. A Balaton törvény rendelkezésének értelmében azokon a településeken, település részeken, ahol nincsen kiépített szennyvízcsatorna hálózat, nem lehet kiadni építési engedélyt. Ez bizonyos települések esetében a teljes halálra ítélést jelentette volna, hiszen ha nem lehet tovább építkezni, ha nem lehet házakat bővíteni, nem lehet vállalkozásokat befogadni, akkor az gyakorlatilag a települések lassú halálához vezetett volna. Ezt az állapotot változtatta meg, illetve nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy ugye Boglár, Lelle, illetve Fonyód esetében a települések zöme már csatornázott volt, viszont ha vannak még olyan részek, ahol ez nincs kiépítve, és az emberek így úgy oldják meg különböző szikkasztókkal és szippantós autókkal a szennyvíztisztítást és elszállítást, nem minden esetben környezetbarát módon, akkor a meglévő hálózat is leértékelődik, hiszen 10 emberből 7-8 hiába óvja, védi a környezetét, hogyha kettő megszennyezi. Ez a rendszer válik teljessé, és meggyőződésem, hogy ez nagyban fogja szolgálni nem csak az itt élők, hanem az ide nyaralni, pihenni érkezők életének komfortosabbá válását is. A
kivitelezés során Balatonlelle, Balatonboglár és Fonyod településeken újul meg, illetve készül új szennyvízcsatorna hálózat. Balatonlellén a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére kerül sor. A legnagyobb jelentősége azt gondolom az, hogy itt a Balaton környezetében, ahol mi a Magyarország kedvelt üdülőhelye, egy igen nagy szennyvízkibocsátás van téli időszakban, nyáron értelemszerűen majd a duplája, és az, hogy a kibocsátott, tisztított víz minősége drasztikusan javulni fog, az emberek életminősége ettől javul, közel 20 km csatornahálózat valósul meg, ezzel több ezer háztartás fog komfortosabban élni, hiszen fogja tudni használni ezt a csatornát, és emellett egy régen megépült szennyvíztisztító telepnek egy felújításáról is beszélünk, amellett, hogy a mai kor követelmények megfelelően új projektelemek, akár iszapkezelés tekintetében, akár a biológiai tisztítás tekintetében meg fognak valósulni. Eddig sajnálatos módon még csak a papírral küzdöttünk, hiszen tervezési, illetve engedélyeztési folyamatokat végeztünk az elmúlt hónapokban. Az igazi kivitelezési munka és az igazi szépsége a feladatnak az most fog kezdődni, hiszen a kivitelezés a napokban indul. Meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztéséről beszélünk, tehát folyamatosan alkalmazkodni kell az üzemeltetőhöz és az üzemeltetői igényekhez, és azt gondolom, hogy ez a feladat talán a legszebb. A szennyvíztisztító napi 14.400 köbméter szennyvizet tud megtisztítani, azt gondolom, hogy ez egy elég komoly szám. A fejlesztés során a biológiai tisztító kapacitása az közel a duplájára fog növekedni, ami azt jelenti, hogy 40 pár ezer lakosegyenértékről 105-6 ezer lakosegyenértékre fog növekedni, illetve maga a keletkezett iszap, ami egy mellékterméke a szennyvíztisztításnak, ennek a szárazanyag tartalma is 18-ról több mint 20%-ra fog növekedni, tehát kevesebb iszap fog keletkezni, és egy modern komposztálási technológiaval kerül majd kezelésre és elhelyezésre. A beruházás jelenlegi szakaszában valósul meg a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának fizikai kivitelezése. Készítek papírból egy ilyen kis emléktáblát, és oda arra az aknatetőre elhelyezem, ahonnan az egész történet indult. A munkálatok megkezdése előtt ünnepélyes keretek között helyezték el a megújuló szennyvíztisztító telep alapkövét. Már tájékoztatom a sajtóképviselőit, hogy tervrajzok kerülnek az időkapszulába, illetve a telepnek az engedélye. Egy példányval és egy sajtóközlemény. Ez az a rész, amikor a politikusok dolgoznak. Köszönjük szépen! Köszönjük, képviselő! Köszönöm szépen! Jó munkát! Jó munkát! Köszönjük a részvételt! Hiánypótló, a Fonyódi labdarúgás történelmét feldolgozó könyvet mutattak be pénteken a Bacsák György szakképzőiskola aulájában. Nagy László olimpiai bajnokunkat, Kovács József válogatott labdarúgót, Tamás Tamás főtámogatót, dr. Vida Jánost, a könyvíróját és a meghívott vendégeket Farkas Gábor alpolgármester köszöntötte az önkormányzat nevében. A köszöntés után egy személyes történetet is megosztott a hallgatósággal. Egy személyes élményemet osztanám meg önökkel találóra kapcsolatban. Majdnapig emlékszem, amikor az előbb már említésre került az Újpest, egy Újpest Fradi rangadó után hosszú percekig vitattuk meg a történelmi óra előtt és után a mérkőzés eseményeit, ki a számára kedves csapat szemszögéről nézve. Tudni kell, hogy tanár úr ugye Újpest rajongó volt, én pedig ugye Fradi. Tehát azért volt miről beszélünk egy ilyen rangadó után. Tanár úr sportszeretete nyugdíjban menetelével sem szűnt meg, hiszen állandóan érdeklődött a helyi, megyei és országos sportesemények iránt. Így született meg hosszú évek munkája nyomán ez a könyv is, amelyet a kezünkben tarthatunk hamarosan. Dr. Vida János elmondta, hogy hosszantartó, türelmes kutatómunka előzte meg a könyv összeállítását. Nagyon régóta Fonyódi vagyok, 1957 óta, és azóta mindig a sporttal foglalkoztam. Hát a bizonyos cikkeket tettem, gyűjtögettem őket,
És eszembe jutott az, hogy a fiatalok nagyon keveset tudnak a régi dolgokról, egészen másképp élik át még a labdarúgást is, aztán különböző társadalmi dolgokat, és azért a társaimnak a biztatására összegyűjtöttem ezeket, és nekiálltam, 2,5 évig csináltam különben ezt a könyvet, tele volt az egész lakás vele, úgyhogy most már örültem, hogy egy fél év nyomdai munka után kikerült, és szeretném, hogyha többen elolvasnak ezt a könyvet, és hát emlékeznének vissza a régi dolgokra is, erőt merítenének belőle. A somogyi néplapból gyűjtöttem ki a cikkeket, vagy egy hónapig jártam a megyei könyvtárba, éppen összeszámoltam, hogy csak egy oldalt is számolva a somogyit, 17 ezer somogyit néztem át, és ez a 17 ezer somogyi nagyon segített, és a levéltárat kerestem meg, amit nagyon nehéz volt, mert tulajdonképpen a levéltár a megyei most föl van darabolva, Nagybárkiben voltak, vidéken voltak ezek a dolgok, és hát nagyon sok fényképet, cikket, beszámolót kaptam a társaimtól. Aki leginkább segített, az a Tamás, aki bizonyos dolgokba anyagilag, erkölcsileg segített. Én is itt futballoztam 40 évvel ezelőtt, és most is itt van a kis nyaralónk Fonyódligeten. Azon túlmenően a Vida tanár úr volt az osztályfőnököm. Még futballtársam is volt, és edzőm is volt, mert nagyon fiatal, 16 éves koromban bekerültem az első osztályba. Most a Vida tanár urat, vagyis ő megkeresett engem, hogy mit szólok ehhez a dologhoz, és láttam, hogy olyan kis elesett, hogy nem kap igazán támogatást se itt, se ott, és én őt beültettem az autóba, és elmentünk intézni a dolgokat. Marcaliba voltunk párszor, mert nem, egy ilyen könyvet nem olyan egyszerű megszerkeszteni, és ebben segítettem ő neki, és egy kicsit hát anyagilag is segítettem, hogy ez a könyv létrejöjjön, de ahogy én most látom itt az összejövetelt, elég nagy sikere lesz, és ez egy meghatározó dolog. A másik dolog, meg a Laci, a nagy Laci, az nekem osztálytársam volt. A könyvben van egy vers is, amit hozzáírtam. Tulajdonképpen igazi nagy barátságok azok úgy vannak, ahogy az ember gyerekkorba összebarátkozik, és ez egy életre szóró barátság. Fonyód legismertebb sportolója Nagy László olimpiai bajnok, aki Fonyódról került az Újpestbe, és lett ott válogatott labdarúgó. Az ő pályafutásának több oldalt is szentel az író. Hát tulajdonképpen ugye Fonyód egyértelműen, most nem azt mondom, hogy a szülőfalum, mert most már város Fonyód, Buzsák a szülőfalum, viszont a sportot, a labdarúgást azt itt kezdtem el gyerekként. Itt nevelkedtem, és itt voltam az általános iskolában 1964-ig, amíg Pestre nem költöztem, úgyhogy lényegében Fonyód az mindig örök. Az szépen marad és visszajárok, ez egy örök emlék, nem beszélve arról, hogy a könyv szerzője is, Vida János, aki az osztályfőnökön volt 4 éven keresztül, nem csak az enyém, hanem még a bátyámé is volt, és váltottuk egymást, ugye ő 4 évet járt általános, utána befejezte, átvett minket, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen könyv meg fog jelenni, vagy megjelent már, és Fonyód történelmről, sportjáról remélem, hogy nagyon sok minden lesz benne, és akik még nem ismerték ennyire meg a Fonyód múltját, történelmét, ebből a könyvből azért sok mindent megtudhatnak. Igazából én gyerekként, ha jól emlékszem, és ezt mindig elmondom, hogy itt nagyon sok mindent megszereztem. Idősebb játékosokkal itt akár a tanáraimért, az általános iskola tanáraimért, vagy testnevelő tanáraimért ismerném, akár Szőlősi Józsefet, vagy éppen Vida Jánost is, hogy tőlük nagyon sok mindent meg lehetett tanulni, úgy játékban is, mert még akkor élt az úgymond grund, ahol a gyerekek az idősebbek között is futballozhattak. Technikailag majdnem, hogy tökéletesen képzett lett az ember itt általános iskolai befejezésével, tehát 14 éves korig, akkor nem kellett már Pesten nekem labdát emelgetnem, dekázgatnom, és egy nagyon nagy részét a fizikai felkészítésnek is, hiszen a Balaton nagyon sok lehetőséget adott, akár az úszás, akár a vízben való futás, akár a lakásunktól a Balatonhoz leérkezés, mert egy hegyoldalon, szerpentinen le fölfutkározni, naponta 15
15-20-30 vagy esetleg 100 esetben, vagy gyakorolni a pályán, lent a Fonyódi pályán, ugye, ahol akkor még háló sem, meg labdafogó sem volt, és minden rúgás után, ha nem találtam a kapufát, akkor nem jött vissza, hanem el kellett érte mászni, tehát nagyon sok lehetőség volt, és hogy én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek itt a tanáraimnak, akik velem foglalkoztak, és a játékos társaknak is, mert gyerekként is rengeteget pulykáztunk, azt mondom, kiskapusztunk, vagy két téglát lerakva futballoztunk, és ezek ma szerintem nagyon hiányoznak a mai fiataloknak, úgyhogy én azt mondom, hogy én nagyon sokat köszönök Fonyódnak, arról nem beszélve, hogy tényleg örömmel töltött el pár évvel ezelőtt, amikor Fonyód díszpolgára is lehettem. A könyv nem csak a labdarúgásról szól. Két részből áll az a könyv, az első 30 oldal Fonyód történet, tehát röviden az a nagy könyv, ami szerepel tulajdonképpen ma a Fonyódon, az a 1000 oldalas, már azelőtt én írtam ezt a könyvet, ott szeretném, elolvasnak is, ha jönnek ide vidékiek, idegenek, legalább az egyszerű emberek is tudjanak elmondani valamit Fonyódról, az ennyi ismeretterjesztő tulajdonképpen. A második része a labdarúgásról szól. A Fonyódi Labdarúgás Krónikája című sportalmanakot a Kulturális Központ épületében található Fonyódi Turisztikai Egyesület irodájában lehet megvásárolni 3500 forintos hozzájárulással. Szennyvíz csatorna munkálatok indulnak Fonyódon. A beruházás a Balatonlell agglomeráció szennyvízkezelése elnevezésű projekt keretében valósul meg. A program már 2005-ben elindult, de 2010-ig nem sikerült megvalósítani. Az önkormányzatokat összefogó társulás akkori elnöke lemondott. 2011-től Hidvég Józsefet, Fonyód város polgármesterét kérték fel a társulás elnöki posztjának betöltésére. 2011. novemberében kértek fel arra, hogy próbálja meg lezárni, hogy az önkormányzatoknak az előkészületi költségeket ne kelljen visszafizetni. Ezt sikeresen megoldottuk egy fél év alatt, majd utána jött a következő kérés, hogy vállaljam el a további munkálatokat, és valósítsuk is meg, hiszen 15 decemberéig ezekkel az uniós pénzekkel el kell számolni, vagy vissza kell fizetni, és fontos, hogy egy 18 milliárdos beruházás elkészüljön. Ekkor szétszedtük 5 agglomerációra a területet, így két helytől Siófokig úgy valósul meg a beruházás, hogy a Lellei agglomerációba tartozik Fonyód. Ez egy közel 1,5 milliárdos felújítás lesz, telepfelújítás és utcáknak a maradék részének a csatornázása. Ez főleg azokon a területeken valósul meg, ahol állandó lakosok vannak, és az állandó lakosok kimaradtak a 2005 előtti csatornázásból. Ezért is fontos, hogy ez a beruházás megvalósuljon, hiszen 11 utca szakasz, amire nem került sor, annak a csatornázása fog ennek a beruházás keretén belül megvalósulni, és ami nagyon fontos az ott lakók számára, fonyódiak számára, hiszen az állandó lakókat támogatja az unió a bekötéssel, tehát a nyaraló tulajdonosokat nem. Nagyon fontos, hogy a 75%-os uniós támogatottság mellé a kormány hozzáteszi még azt a támogatást, hogy az önkormányzatok meg tudják valósítani, így a jelenleg a beruházásnak a 95%-át támogatásból valósítjuk meg, és maximum 5%-ot kell fizetni a rákötő tulajdonosoknak. A munkálatokat Balatonbogláron kezdték el leghamarabb, majd Balatonlellén folytatták. Most Fonyódon kezdik el a csatornahálózat bővítését. A dél-balatoni szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítását célzó önkormányzati társulás, illetve a kivitelező cég szakembere egy lakossági fórum keretében tájékoztatta az érintetteket a kivitelezési munkálatokról. Közel 6 kilométernyi vezetéket építettünk meg Somogytúr és Balatonlelle, és Balatonboglár vonatkozásában pedig közel 650 méternyi vezetéket építettünk meg, és most fogjuk kezdeni a kivitelezéseket a Fonyódi utcákban. A Hunyadi utcát fogjuk először elkezdeni. Az egy kisebb munkavégzés lesz a Hunyadi utcának a murvás területe, ott két akna közt fogunk megépíteni, és ezt követően, ahogy a Hunyadi utcában végzünk, fogunk átmenni valószínűleg a Szent László utcában, de erről egy pontos ütemtervünk van az önkormányzatnál. A tervek azok elkészültek, azok véglegesítése, illetve a mérnök által való jóváhagyása az megtörtént, a munkakezdési engedélyek is, a burkolatbontási engedélyeket
pont a mai napon kaptuk készhez, úgyhogy előkészületek szempontjából ezek zajlottak, az anyagok rendelkezésre állnak, az a telephelyen vannak, és várjuk a kivitelezés kezdését, ami ugye jövő héten fog megtörténni. Mikor a várható a munka befejezése, a munkák befejezése? Ja, ahogy említettem, utcáról utcára fogunk haladni, tehát egy utcába beállunk, és azt megcsináljuk egészen addig, amíg teljesen el nem készül a helyreállítással együtt. Ezt követően megyünk újabb és újabb utcákba, de a teljes befejezés az június 30-a lesz. A kivitelezési munkák ideje alatt útlezárásokra is lehet számítani. A hagyományoknak megfelelően megrendezésre került a Mátyás Király Gimnáziumban az iskolanap. Ezen a napon a Mátyás fal előtt virágot helyeznek el, illetve ekkor hangzik el az iskola névadójáról szóló emlékbeszédíró pályázat győztes műve. Az iskolában minden tanév más kiemelkedő alkalmat teremt és tartalmat hordoz a múlthoz való kapcsolatában és a jelen feladataiban. Mi ennek az évnek a hozadéka. 50 évvel ezelőtt volt a Mátyás Király Gimnáziumban az első szalagavató és ballagás. 50 évvel ezelőtt szervezték az első érettségi vizsgákat az iskolánkban. Ez idő alatt a Fonyódi Gimnázium a környék jelentős köznevelési intézményévé vált. Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a környező általános iskolák közösségeivel. Ebben a tanévben az iskolánkban tartott matematika tehetséggondozó foglalkozásokra 46 általános iskolás diák járt rendszeresen. A nyolcadikosok számára megrendezett matematika versenynek 26, az idegen nyelvi versenynek 34 résztvevője volt. De tekintsünk magunkra, forduljunk a jelen felé. Ma a Mátyás Király Gimnáziumnak 471 diákja van. Az osztályok átlag létszáma 31,4. A létszámok a beiskolázási környezet bizalmát jelzik. Hogyan szolgálunk rá erre a bizalomra? A korszerű oktatási struktúrával, amelynek a klasszikus gimnáziumi ismereteken kívül része a pénzügyi és a vállalkozói kultúra fejlesztése. A tanulmányi sikerekkel, a félévi iskolai tanulmányi átlag 3,75. Az OKTV második fordulójába jutottak diákjai biológiából, rajz és vizuális kultúrából, a Mikola fizika versenyen szintén lesz Fonyódi Mátyás Király gimnazista a második fordulóban, az Arany Dániel matematika verseny második fordulójában is több diákunk jutott. A pályázat idei nyertese Farkas Bence 12. C-osztályos tanuló lett. Az iskola minden évben kér egy pályázatot, hogy Mátyás napra egy beszédet kell írni, és én ezt a beszédet készséggel meg is írtam, és elő is adtam a tanáraink és a vendégeink előtt, ugyanis ismét megnyertem ebben az évben is, akár csak tavaly. Tavaly inkább arra kellett kihegyezni, hogy Mátyás igazságos volt-e vagy sem, idén viszont Mátyásnak a kulturális reneszánszényével kellett foglalkoznom. Viszonylag meglepetésként ért, ugyanis amint hallottam, elég erős volt a mezőny, úgyhogy rendkívül nagy büszkeséggel tölt el, hogy megnyerhettem. Az iskola kiemelt vendégei közül Haszon Zsolt, a Mátyás Király Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának az elnöke, a gimnáziumért és a gimnázium alapítványáért nyújtott kiemelkedő munkájáért elismerő jutalomban részesült. Minden évben azt gondolom, hogy egy kicsit meg kell állni. Nekem nagyon sokat számít, én még a Karikás Figyes gimnáziumban tanultam, itt karikás napok. Ez a diákoknak is nagyon fontos, egyrészt az iskolához való identitásukat erősíti, kötődésüket. Lesz mire emlékezni, ők egy kicsit magukat is megmutathatják, és hát az iskola is megmutathatja önmagát. A legfontosabb számomra, hogy valóban Ilyestova több mint három évtizede, hogy érettségiztem itt a gimnáziumban, és nagyon jó dolog az. Az igazi díj, az igazi kitüntetés az az, hogy most is ehhez a közösséghez tartozhatok így módon az alapítványon keresztül. Az ünnepi műsor a diák színpad előadásával folytatódott. Teréke!
egész ügyből elment a kedvem. Mit tudom én, rólam is jön egy névtelen, még aztán mehetek fürdeni. Még az egyszer felöltöztetem, de aztán plusz. Tessék, itt van a körülbelül. Lehetne innen telefonálni taxiért? Tessék az irodában. Krisztián? Nem akarom, hogy ez az öreg paraszt is megfázzanom mesztelenül. Mesztelenül? A nagyságos asszony mellett? Maga úgy látszik, nem tudja, hogy egy ilyen paraszt visszaér a helyzettel. Maga viszont azt nem tudja, hogy milyen ideg az a vissza. Rövid szünet után következett Aki mit tud. Mint minden évben, idén is számos diák áll színpadra különféle produkciókkal. Iskolanap következő programja a Törőcskei Alkotótábor kiállításának megnyitója volt. A kiállítást főként a természetben készült fotókból állították össze. Hárfa hangja töltötte be a teret Bodor Viktória festőművész Csodafellek könnyű álom című kiállításának megnyitóján. A különleges képekből álló tárlatot Birkás László, a családbarátja nyitotta meg, aki Viki alkotásait jellemezte. Formákról a mellékeset lefejtjük. Ezen kívül tudatosan távol tartjuk a pszichológiától, vagyis mindattól, ami zavart keltett. Kétértelműséget idézhet, paradoxon, nyugtalanság és homály forrása és oka lehet. Ez az üdítően egyszerű emberi épeszűség, ez a bölcs, illetve gyermeki közvetlenség Viki műveinek ismertetője. Persze a figyelmes szemlélő a képekben már ott látja a metamorfózist, a nő ébredését. Egy érzelmi színkör darabjait. A melegség szeretett színe napsárga, okker, vörös, mellett megjelenik az érzékiségé, a hússzín, az élet megtapasztalását tükröző idegen külvilágé, a hideg kékeket, a koszos zöldeket. Nézzünk egyszerűen ezekre a képekre. Merítsük el szemünket a formák tisztaságában, átlátszóságában, világosságában. A szem őseredeti látása pszichológiamentes és komplikációmentes, majd nem ismeri az izgalmat, a törést, a reszketést. A kiállított képek többsége vízfestékkel, illetve akrilfestékkel készültek. Viktória a színes festményei mellett kiegészítésként magával hozta a fotóit is. Igazából egy festő ismerősöm mondta azt, hogy számára érdekes nagyon az, hogy milyen finom formákkal dolgozom, és ezzel szemben áll az, hogy milyen élénk színeket használok. Igazából nehéz ezt így megmondani, hogy mi az üzenete a képeimnek. Én úgy gondolom, hogy mindenki lát bele valamit, ami egy ilyen mese, egy ilyen fantázia világba így elviszi őket, illetve ebben reménykedem, és hogy egy kis szint tudok vinni az emberek életébe. Szerintem mindig is festegettem. Nincs ilyen konkrét ember vagy hatás. Van olyan, aki festőbarátom, aki sokat segített a fejlődésben, de igazából így nincs olyan konkrét teljesen magamtól. Fotózok is, azt jó kérdés, hogy mióta, mert igazából mindig is szerettem fotózni. Most 2 éve van egy komolyabb gépem, ami egy ilyen tükörreflexes gép. Azzal csináltam mondjuk a képek felét, vagy ezeket mondjuk pont azzal csináltam.
De igazából most már, szóval kezdetben inkább ilyen természetfotókat csináltam, most meg sokkal jobban érdekel már az ember, meg a portré ábrázolás, és leginkább az olyan fajta fotók, ezek az ilyen úgymond art fotók, szóval, hogy szeretek egyfajta témát, tematikát így feldolgozni, és az alapján csinálni a képeket. A kiállítás március 12-ig megtekinthető a Fonyódi Múzeumban. Általában véve a cserkészetről kicsit kevés az információ, sokszor még a saját baráti körömben is. Mi fenterem a cserkészet címmel előadást tartottak a múzeumban. A tájékoztató a Fonyódi Cserkészet 7 évének történetén keresztül a magyar cserkészmozgalom szervezeti felépítéséről és az ifjúságnevelés módszertanáról is szólt. Szerettünk volna egy kis propagandát kifejteni itt Fonyódon. Azt tapasztaltam, hogy nem mindenki tudja pontosan, hogy mi is az a cserkészet, mit csinálnak Fonyódon a cserkészek, és egyáltalán milyen célokat képvisel, milyen értékrendet képvisel. A cserkészet hordozza azokat az értékeket, amik mentén a gyerekek megtanulnak igazi közösségben élni, és az itt tanultakat később is egész felnőtt életükben hasznosíthatják. Megtudtuk azt is, hogy a helyszín nem véletlenül a múzeum volt. Amikor ez az egész mozgalom ide Fonyódra jött, akkor a múzeum biztosította a helyszínt, és ez azóta is így van. Mi minden szombaton itt tartjuk a cserkészfoglalkozásokat, és nagyon hálásak vagyunk, hogy a múzeum befogadja a fonyódi cserkészeket. A cserkészet általánosságban egy ifjúságnevelő mozgalom. Nem a pedagógusok és a szülők helyett nevel, hanem kiegészíti azt. És olyan közösségi formában vannak a gyerekek, ami rendkívül sokrétű tudást biztosít, és nagyon sok mindenre megtanítja őket, és én, mint szülő is úgy érzékelem, hogy ez a mostani világunkban nagyon fontos kérdés. A Magyar Cserkész Szövetség 300 csapatában Magyarországon körülbelül 10 000 cserkész tevékenykedik. A balatonboglári csapat, amelynek a Fonyódi Raj is része, idén 25 éves. A Fonyódi Raj az a 622-es balatonboglári Gálgaszton cserkész csapat része. Jelenleg 3 felnőtt segítőt beleszámítva 20 főt számol a Fonyódi cserkészraj. 2 őrsből épül fel, külön van egy fiúőrs és egy lányőrs. A fiúőrsnek ráadásul most már 2 képzett őrsvezetője is van. Ott valószínűleg egy korosztályos váltás is lesz, és a 2 fiúőrsvezető reményeink szerint szeptemberben egy újonc őrssel fog indulni. Én a háttérből segítem a munkát, és nagyon érdekesen alakult a helyzetem, mert általában a szülők viszik cserkészetre a gyereküket, engem viszont a középső gyermekem, a kisebbik lányom vitt bele a cserkészetbe. Engem 2007-ben keresett meg Mintzinger Kati néni, konkrétan bekopogtatott a házunkba, és elmondta, hogy nagyon szimpatikusnak találja ezt a boglári cserkész közösséget, és hogy ő is szeretne ide Fonyódra egy ilyen kis társaságot, és ezért hozzám fordult, mert tudta, hogy én templomba járok, és ugye nagyon fontos a cserkészetben a hit meg a vallás, és gondolta, hogy jó lennék én vezetőnek. Ezért elkezdtem járni, egy évig jártam foglalkozásokra, az őrsvezetőm Orbán Zoltán volt, aztán felavattak nyáron, azóta cserkész vagyok. Nagyon-nagyon jó közösség egyébként, és nagyon megfogott az, hogy a nagyobb és felnőtt vezetők mennyire, vagy hogyan viszonyulnak a gyerekekhez, mert ugye egyre jobban látszik ezeken a generációkon, hogy nem akarnak kimozdulni, vagy nem csak a számítógép, a tévé, hanem úgy egyébként nem nagyon lelkesednek semmiért. És itt a cserkészet pedig arra tanítja meg az embereket, hogy a természetben hogyan kell viselkedni, élni akár, és hogyan kell felhasználni az ő nyújtotta anyagokat, és hogyan kell élni gyakorlatilag. A megfelelő tapasztalattal rendelkező cserkészek önként jelentkezhetnek őrsvezetői képzésre, melynek sikeres elvégzése után saját őrsüket irányíthatják. 2008-ban lettem őrsvezető, elvégeztem egy 4 lépcsős őrsvezetőképzőt, aminek a fénypontja a tábor volt. Nagyon kemény kiképzést kaptunk, mint testileg, mint lelkileg. Kiképeztek annak is, hogyan kell tanítani a gyerekeket a továbbiakban. Csináltunk egy toborzást, ahol jöttek a gyerekek, és abból megmaradt egy pár.
de ők annyira hozzám nőttek, hogy nagyon szeretem őket. Ez a napraforgó ős vagyunk, és ez egy, az ős maga az konkrétan három főből áll, velem együtt négy, de nagyon, nagyon jól összekovácsolódtunk, és nagyon fontosnak tartom, hogy az ősületem mutasson példát a gyerekeknek, hogy hogyan kell cserkésznek igazából lenni, mert ez nem egy elmondom magam, hogy cserkész vagyok, és így ennyi, hanem hogy ez egy életforma és példamutatás. A cserkészetnek a fénypontja, minden évnek a fénypontja az a nagy tábor nyáron, 11 napos tábor, és ott nagyon, ez nagyon különleges tábor, mert az a lényege, hogy oda megyünk a semmi közepére gyakorlatilag, jó esetben erdő közelébe, és tábort verünk, sátorban alszunk, laborban fürdünk, túrázunk, és állandóan játszunk és tanulunk, és ez amúgy zseniális, mert nagyon jól fel van építve, napi 5-ször étkezés is biztosít a közösség, úgyhogy nagy élmény a gyerekeknek, nagyon szeretik egyébként. Az előadásra célzottan meghívott vendégeket vártak. Igazából a Magyar Cserkész Szövetség egy felnőtt képzést szervez, ami megfelelő számú jelentkezők esetén akár itt helyben is megvalósulhat. És végig gondolva a mi 7 évünket, ami már majdnem 8, a felnőtt segítőknek a felnőtt szövetségeseket, felnőtt segítőket keresünk. Pedagógusok voltak jelen a képviselőtestületből, 4-en eljöttek, ezt én nagyon nagyra értékelem. Ők valószínű aktívan nem fognak ebben részt venni, de legalább egy kicsit tudnak rólunk, képben vannak, hogy milyen nevelési munkát végzünk, és milyen célokat tűztünk ki. Ezek elég hosszú távú célok még. Elég kicsi a létszámunk, és ezt kellene szépen felfejleszteni. Személy szerint nekem is, és a csapat részéről is van egy olyan gondolat, hogy adva a lehetőség, élve az adott lehetőségekkel vízicserkészetet szeretnénk, vagy egy vízicserkész szakágat létrehozni. Amúgy is hangsúlyos a cserkészetben a sport és a természetben való jelenlét. Ezért ez egy tényleg egy hosszú távú cél, de ezért is nagyon szeretnénk, hogyha fellendülne egy picit most felnőtt segítők által ennek a kis rajnak az élete. A cserkészekhez mind a gyerekek, mind segítő szándékú felnőttek jelentkezését várják. Az elérhetőségeink fonyódi szinten is a www.622gg.hu weblapon láthatók, de személyesen engem is meg lehet keresni. A Fonyódi Diáksport Egyesületben évek óta szisztematikus munka folyik, hogy a korosztályok hasonló színvonalon képviseljék az egyesületet és a várost. Így készülnek Tarcsai György tanítványai, az U12-es korosztály tagjai. Tulajdonképpen ezzel a csapattal én elsős kora óta dolgozom. Egészen kiskorabban a floorballal kezdtük, és ez a csapat a bázisa majd a lendően a mostani országos bajnokságon jó szereplő nagy csapatnak. Erről a csapatból gondoljuk megoldani majd az utánpótlást. Idén indultunk először az U12-ös országos bajnokságon. Jelenleg másodikak vagyunk, reméljük, hogy ezt a pozíciót a végéig meg tudjuk tartani. Vannak olyan csapatok, akikkel ugyan nehezen veszük fel a versenyt, mivel tehát itt az országos bajnokságon már ezek az egyesületek több helyről, több iskolából össze tudják szedni, 20-25 gyerekből válogathatnak, mi nekünk meg azért Fonyód adottságaihoz képest. Van 7 gyerekünk, 8, akiből mindenkit benevezünk. Tehát ezzel a korosztállyal, és így is partiba vagyunk a legjobb csapatokkal. A budapesti csapatok, elsősorban a Vajda, a Phoenix, van az Érd, meg a Paks. Ebben a korosztályban még sok induló nincs, mivel ez még ennek a korosztálynak nagyon magas színvonal, és ezért csak a legerősebb csapatok neveznek ebbe az U12-es OB-be. Az elmúlt 5 évben a lányok elsősorban a Diákolimpián jeleskedtek, de mindenhol megállták a helyüket, ahová benevezték őket. Ez most már akkor az 5. év, mert ez a korosztály az 5.-6. korosztály. Gyakorlatilag a Diákolimpián szerepeltünk jól, hát elsőtől az 5. helyig volt mind az 5 évben, tehát mindig benne voltunk az első 5-be.
Az idei év az egy kicsit gyengébben szerepeltünk, minden sportban van ilyen. Itt a döntő, a selejtezőn még nagyon jól ment a játék, a döntőben volt egy kis rövid zárlat, úgyhogy idén a döntőt egy kicsit elszúrtuk, tehát mondhatni azt, hogy ilyen gyengén még a csapat nem szerepelt, mint idén. De hát ezt majd most korrigáljuk az OB-n, ami egy sokkal magasabb színvonalú verseny, mint a Diák Olimpia. Amellett sok versenyen, tehát az Emil Kupán, a meghívásos versenyeken vettünk részt, ott mindig az első kettőben szerepeltünk. Az Emil Kupát gyakorlatilag mindig megnyerte ez a korosztályos lánycsapat, a másik két versenyen meg egyszer elsők, egyszer meg másodikak lettünk. Úgyhogy várhatóan fel fognak ők zárkozni a nagyokhoz. Hát gyakorlatilag ezt a munkát kell folytatni. Ezek a lányok, nem egyszer előfordult már az, hogy ez a korosztály besegített a nagyobb korosztályoknak. Tehát ezek a lányok alkalmasak arra. Ők eleve olyan a hozzáállásuk. Itt elsősorban mentálisan kérdéseken múlik az, hogy ők mennyire viszik. Ha ezt tudják folytatni, ezt a szereplést, akkor ők bármire képesek. A lányok évek óta kitartóan sportolnak. Másodikba kezdtem el, akkor még Emil bácsi tanította, nagyon megtetszett, az egyik barátnőm már csinálta, és gondoltam, hogy én is kipróbálom. Még szeretek sportolni. Sokat járunk versenyekre, emellett pedig kondiban is tart, szóval jó állóképességet ad, és jó eredményeket értünk el, és ez az egész olyan jó hangulatú, szóval mindenki élvezi és szeretettel csinálja. Azért kezdtem el próbálkozni, mert az egyik barátnőm hát már volt a nagyokkal is játszott, és nagyon megtetszett a floorball, de először még Emil bácsi tartotta, és nagyon megtetszett. 5 éve volt, és azért, mert az egész csapat össze van, a barátnőimmel vagyunk, és járunk sok versenyekre. Persze mindenki nyerni szeretne, mi is, és nekünk az a legjobb, hogy nem ordítoznak velünk, hanem nyugodtan vagyunk, és úgy játszunk, ahogy szeretnénk. Az U12-es bajnokság hétvégi Fonyódi fordulójában a lányok egy vereséggel és egy magabiztos győzelemmel zártak.